Szerintem azért szerették az emberek a játékkészítőt annó, mert tanulságos volt. És azt gondolom, hogy az Álomutazók is egy nagyon tanulságos történetű darab lesz, amit érdemes lesz majd megnézni, hiszen az emberek többsége nagyon rohan manapság a világban, és nem veszik észre, hogy egy picit néha meg kéne állni egy pillanatra, csak úgy foglalkozni egymással, szeretni egymást, és ne csak akkor, amikor karácsony van, hanem az év összes többi napján. Nagyon izgalmas területre kalauzol elemese, itt az álmok világába megyünk át, és arról fantáziálunk, hogy vajon kik és hogyan készítik az álmokat, valamint arról az örök igazságról, hogy vannak bizonyos problémáink az életben, amelyeket vagy megálmodunk és az álmunkban feldolgozunk önmagunkban, vagy pedig örök megoldatlan rejtélyként velünk végigvonulnak az életen. Másrésztről a Tulipán Tündér produkciókról mindenki tudja, hogy nagyszabású, grandiózus színpadi darabok, amelyek mind látványban, mind zenében, mind szereposztásban olyan nívót képviselnek, amely azt gondolom, hogy kuriózum érték Magyarországon. A jövőben játszódik a történet, amikor nem feltétlenül vannak a családok már együtt, és nagyon régóta távol élünk a kisfiammal, a darabbeli kisfiammal, Tomival, és az álmunkban találkozunk. Egy nagyon vagány anyuka vagyok, aki a Szaturnuszon űrhajós, egy űrszondában dolgozik. Az Álomutazókban van egy szerepkör, az apa szerepe. Ez az apa pedig feltalál mindenféle szereket, meg eszközöket, amivel segíti az embereknek az életét, és gyakorlatilag ezeket kell reklámoznom, mint reklámarc. Radics Gigivel ketten leszünk, mint hogy ezt úgy kell elképzelni, mint hogy a telesopba árulnánk. Csak ez egy álombéli telesop. Képzeld el, hogy mi van, hogyha mégis egy ember ilyen ódivatú dolgokat találkozik, mint egy álom, ami teljesen felforgatja az életét, és mint egy ilyen lelki régész elkezd a nyomába eredni, hogy miért is szűnt meg az alvás, miért is szűnt meg az álmodás, és életének a legnagyobb kalandja elé néz, és ez a, képzelje még azt is, hogy ez egy kisfiú, akinek nem csak a világgal, de még a saját apukájával is szembe kell szállnia, hogy megmentse álomvilágot.